Köszöntelek benneteket nagy szeretettel, kívánok Istentől megáldott békés boldog új esztendőt azoknak, akikkel még nem találkoztunk ebben az esztendőben. Kérnélek benneteket, hogy nyissátok ki a bibliáitokat a Római Levél 14. fejezeténél. Ott is a 17. versnél, Római Levél 14. rész, 17. verstől a 19-ig olvassuk. Tehát Római Levél 14-es fejezet, 17-től 19-es versig. Így hangzik Isten ígéje, tehát Római Levél 14. fejezet 17-től 19-ig. Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szent lélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjetek tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Ki is van vetítve az igevers, és egy nagyon erős üzenettel bíró kép van. A felhőben kirajzódik egy oroszlán és egy bárány. Ugye ez a kettősség megjelenik a Krisztusban, a Krisztus személyére vonatkozó kijelentésekben. A megváltást a bárány, az uralkodást a oroszlán szimbolizálja, és Krisztus e kettő egyben, mindkettő igaz rá. A Bibliában jellemző kifejezés, mind az Új Szövetségben találkozunk a messiás királysággal, a messiás eljövetelét követő uralkodással. Máté evangéliumában, aki a zsidóknak írja az evangéliumot, mennyek országának hívja az Isten országát, majd ugye a többi evangéliumban Isten országaként találkozunk vele. Most görögül nem idézem, de jellemző kifejezés, teológusok sokat foglalkoznak egyébként ezzel a kifejezéssel, mert nagyon erős kinyilatkoztatás van erre vonatkozólag a Szentírásban. Ezt járjuk kicsit körül, hogy mit is jelent nekünk, ma érő keresztényeknek az, hogy a király vissza fog jönni, és az Isten királysága hogyan értelmezhető ma, és hogyan értelmezhető holnap, mi az egyház reménysége, és hogyan gondolkodjunk ezzel. Úgy vélem, hogy maga a jelenések könyve megértése is kívánja azt, hogy az Isten országa szemszögéből olvassuk a jelenések könyvét. A jelenések könyve kijelentése így szól, ezek azok, amik vannak, voltak és lesznek. Ez a három kijelentés egyébként a van, volt és lesz abszolút nyilvánvalóan értelmet nyer az Isten országa, az Isten királysága kijelentésben, kinyilatkoztatásában a Szentírásnak, amely egyébként a keresztények élő reménysége. Hogy fejezzük be az Isten tiszteletet? Mit mondunk az Úr közel? Jövel, Uram Jézus! Mondjuk hamar, ugye? Ez jellemző köszöntés, istentisztelet lezárás, őskeresztény minta alapján az a maranata, az Úr közel kifejezésből fakad ez a lezárás az istentiszteletünknek, ami azt jelenti, hogy ugye jelenések könyve végén is az van megírva, hogy jöjj Uram Jézus. Ez két értelme van ennek, azt mondja, hogy itt vagy és eljössz. Mind a kettőt jelenti az eredeti görög kifejezés. Tehát már itt vagy, de vissza is fogsz jönni. Ennek a feszültségében él az egyház és a hívő ember, és ehhez kötődik és kapcsolódik az egyház reménysége. Az ország kifejezés egyértelműen a pontos fordítás, az királyság, de nem csak így lehet fordítani. És akkor így megint meg lehet érteni egy kicsit, hogy mit jelent az, hogy jelen van az Úr, de mégis eljövendő. Hanem jelen területet is, azt is jelenti, hogy királyságnak a területe, tehát a királysághoz tartozót jelent, és jelent királyi hatalmat, megnyilvánuló királyi uralmat is jelent a eredeti szöveg kifejezése. Aztán azt is mondja, hogy az Isten országa, a Római Levélben a felolvasott ige szakaszban olvassuk, nem evés és ivás, hanem igazság, békesség, és szent lélek vagy szent szellem általi öröm. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol ezt a három jellemzőjét
emeli ki Isten királyságának, Isten országának az új szövetségi gyülekezet szempontjából fontos ismérveként. Az igazságot, a békességet, és nem általában az örömöt, hanem a Szent Szellem által örömöt, szemben az evés-ivás földi hedonista élvezeteivel. Mit is jelentenek ezek? Az első dolog azt mondja a Biblia, hogy igazság. Az Isten országa elválaszthatatlan része a jog és az igazság. Nem köt kompromisszumot a messiás király semmiben az ő atya akaratával. Tehát vagy cselekesszük az ő atya akaratát, vagy nem cselekesszük az atya akaratát. Az ő igazságából egy jottányit sem enged. Ugye ez is egy bibliai kifejezés, egy jottányit sem engedni. Ez a legkisebb írás jelünk. És erre mondja, hogy egy jotta sem vészel abból, amit az én atyám megmondott, mondja az Úr Jézus. Minden pontosan és tökéletesen teljesedik be az én szavamból. Az igazság. A másik pedig a békesség. Béke, békesség, háborítatlan nyugalom. Ezt is jelenti ez a szó, ez a kifejezés. Valami természet feletti. A háborítatlanság, ez abból fakad, nem azért, hogy nincsenek olyan körülmények, amik elvehetnék az ember békességét, hanem az Isten békessége egy háborítatlan nyugalmat ajándékoz az ember számára, még akkor is, ha esetleg olyan jeleket lát a világban, amelyek aggasztóak számára. De csodálatos dolog, hogy Isten népe nem kell, hogy vakon tapogatózzon ebben a világban. Mert az Isten népe életében ott van a kinyilatkoztatásnak a szelleme, amely megjelenti az Isten akaratát, az ő népének, az Isten szolgáinak, Isten szolgáin keresztül, a profétai lélek által kinyilatkoztatja akaratát, és megértést ad az ő népének. Tudtátok ezt? Sokkal hamarabb van megértése a szellemi embernek a folyamatokról, mint azok elteljesedtek volna, vagy kitöltettek volna, vagy elhatalmasodtak volna. Számtalan olyan elemzéssel találkozok ma, amiket olvasok a világ folyamatainak elemzésénél, amelyet nagyjából 15-20 évvel ezelőtt kijelentett az Úr, és elkezdtük gyülekezetet úgy építeni. És az emberek azt mondják, hogy ezek a válaszok a mai kihívásokra, ebbe az irányba kell menni. Többek között például a generációk közötti szakadék élesedik, a boomerek, ugye a 60-as évek baby boomjában született emberek is a millennium környékén született személyek között, olyan éles feszültség van a nyugati kultúrában egyébként, hogy folyamatos leszólása van ennek a millenniumi generációnak a boomerek felé, akik gyakorlatilag a társadalom gerincét alkotják jelen pillanatban. És azt mondják keresztény bölcsek, hogy erre egy megoldás van, ha több generációs gyülekezetet építünk. Azaz, a generációk egymása hatása egyedül az, amelyen keresztül az egyház túl éli ezt a fajta iszonyú feszültséget. Nagyjából 15-20 éve ezt építjük ebbe a gyülekezetbe, még akkor is, ha sokan bolondnak néztek azért, meg én magam is azt gondolom, hogy uram, hát ez annyira nem így csinálják mások. Ma meg már komoly elemzők kezdik leírni, hogy ez a válasz. Tehát azt gondolom, Isten szelleme, a kijelentés, a kinyilatkoztatás szelleme és a háborítatlan nyugalom nem valamiféle ilyen varázsütésszerűen lép be az ember életében, hanem ebből a vezetetésből fakad. Tehát egészen más dolog az, amikor az ember képben van, hogy mi következik. És amikor találkozik az eseményekkel, akkor egyszerűen azt a szellemében az a kinyilatkoztatás ér, hogy fel vagyok rá készítve. Tehát nem véletlenszerűen ér engem a dolog. Mondja is az írás, titeket azonban nem kell, hogy meglepjen az a nap, mert várjátok. Keresitek, várjátok az Úr napját, még ha hirtelen jelnik is meg, de rátok nem tör rátok, mint a hirtelen romlás, hanem nektek az a megváltás napja. Az Úr visszajövetelének napja. Tehát a békesség és a nyugalom forrása a kinyilatkoztatásból fakad, azaz, hogy Isten népe életében sokkal több világosság és bölcsesség van, mint a világban, a lényegi dolgokat tekintve. Ezért nagyon fontos, hogy tartoz egy helyi gyülekezethez, ahol gyökeret vesz. Tudtad azt, hogy nem lehet gyökeret verni, ha cserépbe vagy ültetve faként? És kicsi cserépbe mindig raknak ide meg oda. Egyik helyről pakolnak ide, másik helyről oda. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr házában vannak elültetve. És aki az Úr házában elültetve, az mit mond a Biblia? Gyökeret hajt, aztán
gyümölcsöt terem még időskorában is. Nagyon fontos, hogy a hívő emberek tudják, hogy Isten népe között hol van a helyük, hol a szolgálatuk, hol az elhívásuk, és akkor természetfeletti módon jelenkezik meg az életükben az isteni békesség, mert nem vakon repülnek ebben a világban. És meggyőződésem, hogy az ige hirdetésnek profétikusnak kell lennie, különösebben a korszakban, amiben vagyunk, és figyelni kell Isten népének a profétai kijelentésre, amik elhangoznak Isten tiszteletről Isten tiszteletre, mert azokat a Szentlélek nem véletlenül helyezi az ige hirdetők szívébe. Meggyőződésem, hogy akik prédikálnak, és Istentől elhívottak bárhol Isten népe között, Isten félelemmel és egyre nagyobb Isten félelemmel készülnek. Ebben a korszakban, ahogy beléptünk. Ugyanis oly nagy szükség van, amikor mozogni kezdenek a talapzatok, nagyon nagy szükség van valami állandóra. És ebből fakad egyfajta várakozás, vágyakozás, erős istenkeresés. Hogy Uram, nem szeretném, hogyha vakon lennék, vagy elsodródnék abban a mozgásban, abban az áradatban, ami egyébként nyilvánvalóan egyre sebesebb módon jelentkezik világunkban. A harmadik dolog pedig az igazságról, beszéltem a békességről, a harmadik pedig az öröm. Az öröm kifejezést többen tudjátok és hallottátok már, az a kegyelem és az öröm ugyanabból a szótőből ered, a kara, az öröm, a karisz, az a kegyelem a Bibliában. Ezért mondja a Szentírás, Isten örömmel gyakorol kegyelmet, és bocsát meg a bűnös embernek, a megtérő bűnös embernek, örömmel, örvendezve, azaz kegyelméből fakadóan, kegyelme szívéből áradó módon adta a fiát Krisztust, ami vétkeinkért, a bűneinkért áldozatul oda, hogy nekünk, ha hiszünk ő benne, bűnbocsánatot adhasson, és új életet ajándékozhasson. Tehát az öröm, a Szent Szellem által való öröm össze van kötve a Krisztus kegyelmével, és ezért ez is háboríthatlan. Tehát a Szent Szellemtől való öröm éppen ezért körülményektől független, hisz Krisztushoz köti az ember szívét, a Szent Szellem kinyilatkoztatásából az ember számára egyre elevenebb, élőbb, egyre hatalmasabb, egyre nagyobb dolog az, hogy én a Krisztusban vagyok, hogy meg vagyok váltva, hogy biztonságban vagyok, hogy nem bizonytalan az életem. Tudjátok, amikor minden rendben van, olyan langyos a világ, olyan csendesen folyik minden, mint az elmúlt évtizedekben nagyjából azért csendesen folydogáltak a dolgok, olyan nagy traumák nem érték ezt a világot, mármint a mi világunkat. Tehát a világon sokfele azért komoly traumák voltak, de ez a nyugati világ, azt gondolom, hogy a talapzatai most már tenyérnyi nagyságú repedések vannak rajta. Tehát azt szokták mondani, ez már most távolról is látszik. Akár 20 évvel ezelőtt is még csak közelről lehetett a repedéseket, a hajszárepedéseket látni, de most már, aki értelmesen vizsgálja az írásokat és a világot, az látja, hogy tenyérnyi szakadékok vannak legalább, hogy meg vannak ereszkedve a talapzatok, és össze fog omlani. Hogy nyilvánvalóvá legyenek azok, amik rendíthetetlenek. Isten öröme, a Szent Szellem öröme, erre nagyon nagy szükségünk van, és ajándék is az Úrtól. Isten országával kapcsolatosan nagyon sok kijelentés van. A gyülekezetünk hőskorában, hát az elején, én egy egész hosszú sorozatot szenteltem a Isten királysága, Isten országa egyrészt tanulmányozásának, másrészt az ezzel kapcsolatos igéhirdetéseknek. Én magam is meglepődtem, mikor a 35 oldalas jegyzetemet megtaláltam, és a 35 oldalas jegyzetnek legalább 80%-a csak ige. És akár egy-egy szó, vagy egy-egy mondat töredék van hozzáérve az igékhez. Mondom, Uram, Isten, ez ennyire mélyen engem foglalkoztatott valaha ez a kérdés. És azt gondolom, hogy igen, nem volt az véletlen, hogy a talapzatokat rendbe kellett tegyük az induláskor, hogy mire is épül ez a gyülekezet, hogy milyen a szellemi látásmód, a gondolkodásmód és az iránya a gyülekezetünknek. No, hát most nem fogom ezt a 35 oldal igét nektek mind felolvasni, akkor is nem tudom hány alkalom volt, akkor még ugye feketeövesek voltatok, és akkor ugye másfél-két órás prédikációk voltak, és nagyjából 45-1 órás dicsőítések voltak, tehát ugye nagyjából ugye egy egész istentisztelet, akkor ugye még nem voltak gyerekek, hanem sokkal ugye fiatalabbak voltunk, vagy fiatalabbak néztünk ki, vagy nem is tudom. És tényleg hát az nem volt ritka, hogy még hajnalig imádkoztunk, tehát
szabadulásokért és sok minden isteni munka, ami ugye folyt, hisz minden gyülekezet, amit Istentől születik, az csodákkal születik. Csoda nélkül nem születik gyülekezet, és nem is növekedhet csoda nélkül gyülekezet. Emberi építkezés összeomlik, mindig az Isten csodatévő hatalmára van szükség, ahhoz, hogy egy gyülekezet épüljön és növekedjen, és az Isten országának nagyon fontos jellemvonása is. No, csak az Új Szövetségben 250 kijelentés van a Krisztus visszajövetelére vonatkozólag. Ebben egyébként nagyon közel állunk a zsidókhoz. Egy neológ zsidó rabinak hallottam, a neológ zsidó rabival hallgattam egy beszélgetést, és azt mondják, hogy egyébként az Isten országa reménységében nagyon közel vagyunk a keresztényekhez, mert ezt mi is várjuk. Ez a tanítás gyakorlatilag azt mondják ők, hogy ezt tőlünk vették a keresztények, azaz a Ószövetségből, van is benne igazság, hogy az Ószövetségben nagyon komoly és elég sok kinyilatkoztatás van az Isten királysága, az Isten országa, a Messiás országa, a Messiás királyságára vonatkozóan. Ézsaiás könyvében egy rakat ilyen van, de már megkezdődik Sámuel könyvében, amikor Isten Dávid királynak profétai módon előre vetíti, hogy a te magodból származik majd az uralkodó, aki örök király lesz a földön, és ebből születik majd a második, és a 72. Zsoltár is, ebből a felismerésből, ami Dávid szívében, szellemében van, sőt, ugye egészen távoli időkre nyúlik vissza a kijelentés, akár vissza Dávid korát megelőzően, akár előre a messiási királyságra vonatkozóan a 110. Zsoltárban a Melkisédek rendje szerint való papságról volt kinyilatkozatás, de ebben most részletesebben nem szükséges belemennünk. Tehát azt tudom nektek mondani Péter apostollal, hogy egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet. Mert azt mondja, hogy Isten emberei, ugye Péter a második levelében, a első rész 19. verstől, hogy Isten emberei soha nem önkényes módon szóltak, hanem Isten szellemétől áthatva prédikáltak, és hirdették azokat, amiket Isten rájuk bízott. És azt gondolom, ebben a korszakban, amivel belépett az egyház, ebben az évben nem lehet akármit prédikálni. Az elmúlt időszakban még elment ilyen tingi-tangi music, el lehetett libucolni, imádkozgatni, bibliázgatni, el lehetett így lévecolni a keresztény életet. Ebben az évben gyorsulni fog a folyó. Tehát elsodor, ha nem állsz szilárdan az Úrban. Ezért azt mondja a Biblia, hogy az ige hirdetés által van megtartatásunk. A prédikálás bolondsága megtartja a hívőket. És hadd mondjam neked, hogy nem elég interneten nézni az ige hirdetést. Tudjátok miért? Mert minden ige hirdetésben kimegy egy szellem. A Szent Szellemtől ige hirdetésekben kimegy a prófétai szellem, Isten szellemének a munkája, a speciális munkája, és kinyilatkoztatást ad az emberek szíve szellemébe, és felépít benne egy Isten szerint való hitet. És csak hitáltal lesz kedves Isten előtt. Tehát azt mondja Péter apostol, mi bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet. És jól teszitek, ha ti is figyeltek rá. Mert minden meg fog történni és beteljesedik, ami ott kijelentetett és le van írva. Isten királyságáról tehát csak egy rövid ige szedet most. Hogy az irányokat lássuk a Biblia kinyilatkoztatásában, az Isten országával kapcsolatosan. Említettem a 2 Sámuel 7.16-ot. Így a te házad, mondja az Úr Dávidnak, és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Dávid házából, Dávid fiának nevezik ugye a Messiást, a názáreti Krisztust, Krisztus Jézus töltötte be, ugye, tudjuk nagyon jól, azért születik Betlehemben, édesanyja ugye Dávid házából származik, nevelő apja is Dávid házából származik, betöltve a proféciát. És mint mondtam, a Zsoltárok könyvének második és 72. része is ezzel szinkronban van. Ézsaiás proféta könyvéből csak a 9. fejezetből olvasok az 5. verstől Kálai fordításban, az a 6. vers, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. És így folytatja: uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősít és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi ezt
véghez, vagy végbe. És míg az Ézsaiás 2:1-5, 11:1-10, 40. rész 3:5, 49. rész 6. vers, 61. rész 2. vers, Jeremiás proféta könyvének 33. rész 15-ös vers, Mikeás proféta 4:1-3, Dániel proféta könyve 7. rész 13. vers, és az azt követő igeversek, ezt csak azért mondtam, hogyha valaki később meg akarja keresni, akkor meg tudja ezeket az igéket keresni. Máté evangéliumához térve, a Jézus tanításának az eszenciája nagyon tömören és igazán olyan sűrítményként, amit emészen is kell, tehát nem is olyan egyszerű minden szempontból megérteni. A Máté evangélium 5., 6. és 7. fejezetében az úgynevezett hegyi beszéd. És a hegyi beszédben, az 5. fejezetben már 2 ige is van arra nézve, amely megmutatja nekünk, hogy ki örökli Isten országát. Kié? Egyrészt ki, tehát mi mutatja azt, hogy valaki Isten országához tartozik, és ki örökli az Isten országát. Tudjátok, hogy kik a boldogok, akik öröklik Isten országát? Így van, az éhesek, azt mondja. Az éhesek. Pontosan úgy van, hogy a lelki szegények, azaz akik szomjasak, hiával érzik, a lelki szellemi szomjúság, éhség van a szellemükben, vágyakoznak az Urat megismerni, vágynak őt mélyebben megérteni, vágynak az ő jelenlétében időzni, vágynak az ő szent jelenlétét, isteni hatalmát, hogy vágyják, hogy győzzenek a harcokban, vágyakoznak Isten dicsőségére élni, vágynak látni az Úr cselekedeteit, hatalmas, szabadító munkáját, személyes életükben, szeretteik életében, várják őt vissza, éhezik az Úr szent jelenlétét. Azt mondja, hogy ezek az éhes emberek megkapják Isten országát. Ezek, azt mondja, az örökösök. Azok ilyenek, akik öröklik, az örökösei Isten országának. És ezek azok az emberek, akik újra és újra elkezdenek bánkódni, amikor érzik a szívüknek a szárasságát, az Úrtól való távolságukat. Egyszerűen abba belekerülnek az Istennek a világosságába, és ráébrednek, hogy hova sodródtam, Uram, ments meg a lelkem, szabadíts meg, Uram, adj nekem szomjúságot, vedd el tőlem a nehézségeket, a terheket az életemből, hogy újra szárnyaljak. Lelki szegények. Aztán a másik pedig a végén van a Máté 5-ben ennek a felsorolásnak, a boldogmondásoknak. A 10. versben, a 3. verset olvastam az előbb. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Miért? Mert övék a mennyek királysága. Övék a mennyek országa. Nyilvánvalóan az üldözést azokat éri, akik megállnak az igazságban. Akkor is, ha más mást mond. Mikor fogják üldözni a keresztény embert? Akkor, hogyha szöges ellentéte az, amit a társadalom elvár tőled, mint keresztény, tőled, akkor azt mondod, hogy arra úgy, ez az igazság. Nem tudok más mondani. És ezt nem én mondom, ezt a Biblia mondja, Isten mondja. Ha vitatkozni akarsz, akkor feljebb kell benyújtanod a keresetedet, nem nálam. Én pedig szeretem az Urat, és ez az igazság. Igazság, békesség és szentlélek által öröm, ugye az Isten királysága. Aztán menjünk tovább. A Máté 12:28, ha viszont én Isten szellemével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony eljött hozzátok Isten országa, Isten királysága. Mit akar kijelenteni ezzel az Úr? Hogy Isten ország, Isten királysága megjelenik hatalmában, a szabadításban, az isteni szabadító erőben jelenik meg. Erre mondja Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt első levelében, 4. rész 20-as versében, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, dinamizban, szabadító erőben, amivel benne van Istennek a jelenléte. Isten munkája nyilvánul meg, megtérésekben, újjászületésekben, helyreállításban, ördögi kötelékektől való megszabadításban megjelenik és megnyilvánul Isten királysága. Mert hogy Isten királysága van, volt és lesz. Tehát itt is van Isten királysága. És ezzel majd még egy picit foglalkozunk, az időt jól használva.
Tehát ez jellemzi Isten királyságát. Ez a csodatévő erő megnyilvánulása. Aztán a Máté 21-ben, 43. versben, mondom, nagy léptékben, a 250 versből csak néhány ízelítőt nézzünk meg, ami azért segít nekünk, hogy valami közelebbi fogalmunk legyen, vagy megfrissüljön Isten királyságáról, Isten országáról. Tehát Máté 21-43. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten királysága vagy országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét, mondja a szőlőmunkásoknak szóló példázatában az Úr Jézus. Tehát mi jellemzi az Isten országának fiait? Megtermik a gyümölcsét. Megtermik a gyümölcsét a háladásban, a dicsőítésben, az imádatban, a szenvedélyes szeretetben, a szolgálatban, az áldozathozatal készségében, a keresésben, a közeledésben, a közelségben, Istenet való szenvedélyes szeretetben. Megtermi a gyümölcsét. Isten országa, amikor belép valaki Isten királyságába a megtérés újjászületés által, akkor Isten országának jelenvonása elkezdi megváltoztatni. Elkezd elváltozni, megváltozni ebben a jelenlétben, Isten jelenlétben. És az Isten országának egyértelmű jelenvonása, tudjátok, melyik volt Jézus Krisztusnak az első prédikációja, hogy hangzott, ami le van jegyezve a Bibliában? Hogy mi volt az első prédikáció? Az evangélisták tudják, neki ez egy fontos üzenet. Igen, közel jött hozzátok Isten királysága. Elközelített, érinthető távolságba jött Isten királysága. Térjetek hát meg, és higgyetek az Isten üzenetében, az evangéliumban, az örömhírben. Higgyetek. Ez volt az első prédikációja. Tehát Isten királyságának van egy üzenete. Egy jellemző üzenete. Ez a jellemző üzenet pedig az evangélium. Isten országa felismerhető, hogy jelen van valahol, akik az, ahol az evangéliumot prédikálják, és benne van a top 3-ban. Top 2 egyébként. Ugye két fontos dolog van egy gyülekezet életében, egyik az evangélium hirdetése, a másik meg a közösség és a szellemi egység építése. Tehát ez a szellem munkája egy gyülekezetben, ez a kettő, ez a legfontosabb. Összes többi az mindezt kell, hogy szolgálja. Tehát az evangélium. Aztán a Márk evangéliumában a 4. fejezet 26. versétől azt mondja az Úr Jézus, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember egy magot vet a földbe. Aztán alszik, felkel, éjjel és nappal, a mag sarjad nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld először zöld sarjat, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki eresztik a sallót, mert itt az aratás. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az Isten országa fiait arra lehet megismerni, hogy készséges szívvel és lélekkel hallgatják az igét. Fogadják be Isten országának üzenetét, és megtermik annak gyümölcsét. És látszik benne egy folyamat is. Tehát nem egyik pillanatra a másikra történik Isten országában a változás, vagy a növekedés, a gyümölcstermés, a Szent Szellem munkája, hanem egy folyamat van az ember életében, és ez a folyamat olyan tendenciákat mutat, hogy előrehaladás van. Tehát növekedés van. Amikor nézel a Szent Szellem gyümölcsét a Bibliában, a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás, ki is van ott hátul írva egyébként, ha valaki memorizálni szeretné, akkor nagyon fontos lemérni az ember szellemi életét, hogy hogyan áll ezeken a területeken. Tudod-e növekedni ezen a területen? Aztán azt is mondja a Biblia, hogy hitremény és szeretetben való növekedés. Ez is jellemzi Isten országának fiait, hogy megtermik annak gyümölcsét. Azt mondja az Úr Jézus, amikor Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Milyen lelkület az, amely fogékony Isten országa jelenlétére, az Isten országa való életre, a gyermeki bizalom, az atya iránti gyermeki rácsodálkozás, gyönyörködés, ámulat,
És tudod, azt gondolom, hogyha valami, akkor nagy támadásnak van kitéve ez, mert annyi időt töltenek az emberek el mással, és annyira szétziláltak vagyunk, hogy nem is nagyon tudunk elmélyülni dolgokba. Márpedig ahhoz, hogy valamit... Látsz egy csodálatos tájat. Ugye? Lehet az autópályán elmenni mellette. Igaz? Ez is egy élmény. Tehát, hogy hát jól néz ki. És veszel egy kulacs vizet, egy hátizsákot, két kolbászos szendvicset, és akkor elmégy oda. Aztán megállsz egy magaslaton, friss levegő, beleszagolsz, ugye, és akkor körülnézel, felfedezed ezt is, azt is, ó, ott is, ott egy állat, ott egy szín, ott egy növény. Azt mondják, hogy nem is tudom, a hortobágynak a flórája, a növényvilága, nem tudom, hányféle növény van, és ahogy haladsz a hortobágyon, nem tudom, hányféle váltás van, amikor változik a növényzete, aki ehhez ért, és meg tudná mutatni nekünk, hogy föl tudná rá hívni a figyelmünket, csodálkoznánk, ugye, nem a hortobágy, elmény mellette, és azt mondod, hogy ez egy kopasz pusztát, mit kell ezen annyira nagy számnak lenni, mit világörökségnek, mit kell ezen? Hát ne, hát a közelebb mélye, kicsi időt töltesz, akkor felfedezel dolgokat, ráébredsz dolgokra, megmelegít a szívedet, és meg, nem tudsz gyönyörködni, és nem tudunk gyönyörködni Isten országában, ha nem szánsz rá időt. Ha nem töltesz időt azzal, hogy elcsendesedjél. Ha állandóan pörög és zaklat minden. Lehet, az azt kell, hogy bedugod a füledet, hallgass dicsőítést, és elkezded olvasni Istennek a beszédét, igéjét. Olvasol olyan jó könyveket, ami tényleg segít neked mélyebben megérteni. Meghallgass egy igéhirdetést. Elmélyedsz, valahogy elmélyedsz az Úr jelenlétében. Nem lehet. Értsd meg! Nem lesz benned a rácsodálkozás képessége. Fakulni, tompulni fog a lelked, és az lelkem, a szellemem. Eltompultál, elcsigázottál kezdünk válni, és érzéketlenné. Ismerős érzés? Nem hoz lázba, már nem elevenít meg, nem hoz izgalomba. A gyermek pedig ilyen. A gyermek még hiszi, hogy van Mikulás. A kicsi gyerek. Igaz, hogy olyan hangja, mint apának, de az a Mikulás. A gyereket a gólya hozza. Nem is tudom, hogy születhet télen. Mire lít gólya? Hozza a téli gyereket. No, értsétek jól. Tehát nem a naivitásról beszélek, de hadd mondjam neked, bizonyos fokú naivitásra is szükség van ahhoz, hogy gyönyörködjünk úgy Isten világában, Isten országában, és az naivitást a lehető legjobb értelemben mondom, ezt az érzékeny finomságot, fogékonyságot, lelki érzékenységet értem ez alatt. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy Lukás 17:21-ben azt sem mondhatjátok, íme itt, vagy íme ott van az Isten országa. Miért? Mert Isten országa azt mondja nekik, pont itt van köztetek. Mert az Úr Jézusban Isten királysága eljött. Amikor itt volt testben, akkor ott járt Isten országa közöttük. Ott volt Isten országa, a király. És ha a király ott van, akkor a királyság is ott van. Így szólt akkor. Tehát Isten király uralma és hatalma minden eddig elmondott jellemvonásában megjelent, amikor a názáreti Jézus itt járt a földön. Igazolva és bizonyítva, hogy a Messiás járt itt emberi testhez hasonló formában a Földön. Azért mondom, hogy hasonló formában, mert ugye nem volt benne bűn, mint amit mi az eredendő bűn terekként hordozunk és gyermekeinknek örökítünk. Isten országa tehát jelen volt akkor. Isten országa ma jelen van a Szent Szellem és a megelevenedő Szent Szellem által, megelevenített igében, ige által, a hívő emberben, de különösen is az ő egyházában. Isten országa jelen van az ő szelleme által, és ugye Krisztus szelleme által, az ő népe között, a gyülekezet közösségében. És Isten országa pedig eljövendő is, amikor nyilvánvalóvá válik
az ő király uralma és dicsősége minden nemzet és nép fölött. Jeruzsálemhez közeledve ezt mondta az Úr Jézus. Mivel azt gondolták, hogy meg fog jelenni az Isten országa. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és királyként térjen vissza. Ezt a Názáret Jézus saját magára mondta, tehát azt mondta, hogy én elmentem, a királyi méltóságot megszereztem. Tudjuk, hogy a királyi méltóságot Jézus Krisztus a kereszt áldozata árán megszerezte. Ámen. Ő a király, a király urakura. Tehát nem a királyi méltóság megszerzése, amikor erről beszélt, mi a kereszt áldozat előtt vagyunk, ma már azt mondjuk, hogy ez már megvan. Tehát a király uralma a Názáret Jézus Krisztusnak nem majd lesz, amikor visszajön. Már a hatalom teljes birtokosa. Pusztán a visszatérő király élére fogja juttatni ezt a hatalmat, mint abban a példázatban van. Tehát akkor ez a király uralom nyilvánvalóvá válik mindenki szempontjából, hogy micsoda hatalma van az Úr Jézusnak. Ami már most az övé, de egy napon mindenki előtt nyilvánvalóvá teszi ezt a király uralmat. Így ti is, amikor látjátok mindezeket bekövetkezni, tudjátok meg, közel van az Isten országa, Lukács 21.31, erre még visszatérek, mert mondom nektek, hogy nem iszom szőlőtőnek gyümölcséből, amíg nem iszom és eszem majd veletek atyám országában. Ugye itt is a úrvacsorai közösségre vonatkozó kijelentés az eljövendő királyságra vonatkozik. Aztán az apostolok cselekedetei írott könyv 1.3-ban nyilvánvalóvá teszi az Isten igéje, hogy szenvedése után sok bizonyítéka meg is mutatta azt, hogy ő él, ugye Krisztus feltámadása után megjelent több mint 500 tanítványnak, amikor 40 napon át megjelent előttük, ugye az a mennybe meneteli így, a mennybe meneteli pedig úgy történt, hogy néztek az ég felé, és azt mondta nekik az angyal, hogy ahogy láttátok őt elmenni, úgy is fog visszajönni. Mit mondott, hogy mit akarta el a szemük elől? Felhőt akarta el a szemünk előtt. Na most ugye pontosan ez fog történni. Az az eltakarás a Jézus visszajövetelénél pontosan így fog történni. Mindjárt röviden megnézzük ezt is. És beszélt, azt mondja, az Úr Jézus nekik az Isten országa dolgairól, tehát az Úr Jézus, amikor 40 napig tanított, Isten királyságáról tanított. És Pál apostol pedig azt mondja a Pál apostolról, a apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. utolsó fejezete, 31. versben, hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal és minden akadályoztatás nélkül. Tehát Pál apostol az evangélium hirdetésében Krisztust és Isten országát együtt prédikálta. Nem fosztotta meg a messiást a királyságtól és a királyság üzenetétől. És még a Jelenések könyvében is azt mondja az írás az első rész 6. versében, aki országa népévé tett minket papokká, Isten az ő atya előtt, ővé a dicsőség, a hatalom örökkön örökké. Amen. És akkor most váltsunk egy diát. A tesszalonikai jakhoz írt 2. levél, 2. rész 8. verse, így hangzik. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni, mivel? Eljövetelének fenségével. Tehát egyszerűen, amit mondtam nektek, hogy az eljövendő király teljes hatalom birtokában van, csak ezt még nem minden szempontból lett nyilvánvaló mindenki előtt. Csak amikor viszont eljön a király, ott nem lesz kérdés, hogy ki a főnök. Tehát nem majd egy verseny lesz, egy ilyen ketrecharc az ördög meg az Úr Jézus között, hogy akkor majd ki lesz a főnök. Nem, ott nincs, nem lesz kérdés. Hogy az Úr Jézus a királyok királya, és az uraknak ura. Eljövetel, azaz parusia azt is jelenti, hogy ott lét, jelenlét,
és majdani eljövetel megérkezés, vagy meglátogatás. Krisztus tehát teljes diadalt aratott a kereszten, amit visszajövetele fenségében nyilvánvalóvá is tesz, ahogy olvastuk az igében. Jelenlegi állapot ahhoz hasonlítható, mint amikor beülsz egy színházterembe, és akkor olyan függöny van a színpad előtt, ami átlátszik. A színpad háttér világításai mennek már, és azt látod, hogy pakolnak a színpadon. Jönnek, mennek, ott próbálnak, mutogatnak, látsz alakokat, folyik az esemény. Tehát látod, hogy van ott valami, a körvonalakat látod, de nem tudod pontosan, hogy mi zajlik ott. Gyakorlatilag a végidők eseményeit így látjuk mi ma. Ezért van, ugye, János testvérünk elég részletesen az antikrisztusi királyság és mozgással kapcsolatosan elég részletes tanítást adott nekünk, és többféle verziót elmondott, hogy ez a 1000 éves királyság, a messiási királysággal kapcsolatban milyen elképzelések vannak. És azért van így, mert nézik ugyanazt a színpadot, és hát nem tudják biztosan, hogy most mi fog történni, mert ez jövendőbeli esemény. Mikor fog nyilvánvaló lenni, hogy mi van a színpadon? Ez amikor felgördül a függöny. Amikor megjelenik a messiás. Tehát ezért van ez a kijelentés három szóban. Tehát Jézus eljövetelével kapcsolatban három kifejezést használ a Biblia. Látjátok írva a visszatérés, parusia, az epifánia, a megjelenés, és az apokalipszis, a leleplezés, tehát az apokalipszis az, amikor a függöny felgördül. És már láthatóvá válik minden szem előtt a Krisztus és a Krisztus királysága és uralma. Mondom, hogy az egész Krisztus visszajövetele kapcsán ezt a kifejezést használja a Biblia következetesen, egy parusia, azaz visszatérés, mármint Krisztusi a királynak a visszatérése. Több dolog egybeesik az ő visszatérésével. Nagyon röviden, csak címszavakban. Az evangélium minden néphez való buzgó eljutatása. Ez egybeesik, megtörténik. A pogányok számának beteljesedése, a megtérések száma betelik, már nem lesz senki, akinek kellene. Megtér mindenki, aki megtérésre szeretne jutni. Ekkor történik az első feltámadás, és az élő hívőknek az elváltozása, mindkettő szellemi testben jelenik meg Isten szín előtt. Az Úrral leszünk mindenkor, és őt dicsőítjük. Megjelenik a béke királyság, a béke országa a Földön, és felismerhetővé válik mindenki számára a Krisztus királyi uralma. Az okos szüzek jutnak be oda egyedül, és a balgák kívül maradnak. Csak ekkor válik nyilvánvalóvá ki az okos, és ki a balga. A 10 szűz példázata benne van a Bibliában, érdemes elolvasni. Tehát ki az, aki igazán várja a vőlegényt, a Krisztust vissza, és ki az, aki pedig szívében nem az Úré. Ez igazán majd a visszatéréskor nyilvánul meg. Tehát akkor látszik meg, akkor lesz egyértelmű. Most együtt vannak a Krisztus népe között a balgák, meg az okosak. Nehezen lehet megkülönböztetni. Ott viszont ketté válik. De a béke országba, a békesség királyságába csak az okos szüzek juthatnak be, a balgák kívül maradnak. És mikor jön el az Isten királyság? Amikor átadása kész állapotban van. Tehát Krisztus készíti ezt a helyet, és a mi részünk a földi egyháznak, a földön lévő egyháznak, hogy munkáljuk Isten országának épülését, növekedését. Azaz, legyen betelve azoknak a száma, akik keresik az Urat, jusson el hozzáig az evangélium, ez egyik, a másik pedig a gyülekezet szép legyen. Tehát egészséges legyen a gyülekezet. Szép legyen a mennyasszony. Mondtam nektek, ez a kettő nagyon fontos küldetés van a gyülekezeti szolgálatunkban. És majd ugye az egész örökkévalóságban az ő népe dicséri az Istent vég nélkül. Hát és még ugye jön az ítélet, amely a kegyelem, az igazság, az ítélet dinamikájában zajlik. Van, akik az örök életbe mennek, van, akik pedig az örök halálra mennek, és a Biblia arról beszél, hogy az örök halál állapota, a kározat állapota megváltoztathatatlan lesz, miképpen a dicsőséges, üdvözült állapot is visszavonhatatlan, örökkévaló,
ilyen képeket használ a Biblia a kározatra, hogy férjük nem pusztul el, a tűz nem alszik el, vagy örökkévaló ítélet sújtja azokat, akik elutasították Jézus Krisztust. És akkor még váltsunk egyet. Az egyházra vonatkozóan, tehát két dolog, amit tennünk kell, építeni kell a gyülekezetet, Krisztus testének egységét, lelki érettségével kell segíteni a tanítvány keresztényeket, és a másik pedig az evangélium bátor és világos hamis kompromisszumok nélküli hirdetése. És aztán a dolog, amit nekünk tennünk kell, ez pedig az, hogy figyeljünk a jelekre. És egy-két jel megrázó, ha a tendenciákat figyeljük. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy van politikai természetű jelek a Bibliában, háborúk, viszálykodások, nemzet-nemzet elleni nekifeszülések. Aztán van olyan jel, ami a társadalmi élet fonákságaira vonatkozik, a hűtlenség, a gyűlölet, a családon belüli feszültségek megjelenése, szintén jelként van a Bibliában. Aztán nagyon érdekes, hogy az ateizmus és a gonosz imádat szintén nagyon erős jele az Úr visszajövetelének. Tehát ez még nem a visszajövetel, hanem visszajövetet megelőző jelek, de nem maga a szülés, hanem a szülésnek a fájdalmai. Azt mondja, így ezt a képet használja a Biblia. Ez pedig az apostázia hitehagyás. Nagyon fontos, hogy nézzétek meg, hogy három igét olvasod csak ezzel kapcsolatban, és ne csodálkozz azon, ha a hitedet támadja az ellenség. És azon sem csodálkozzál, hogyha találkozol olyan emberekkel, akik egyik napra a másra azt mondják, hogy nem hiszek. Egyszerűen nem hiszek. Azért, mert olyan korszakban léptünk be, azt, én úgy érzékelem ezt, mint hogyha a célegyenes előtti utolsó kanyarban lennénk. Mi nem tudjuk, nem látjuk a célegyenes, hogy milyen hosszú, meg ez a kanyar, hogy meddig fog tartani, de az a meggyőződésem, hogy ebbe a kanyarban vagyunk már benne, hogy nem tudjuk, hogy mennyi idő még, hogy látni fogjuk már a célt. Figyeljetek oda Jézusnak a tanítására, majd Pál tanítására, és Júdás levelére, mint bátorításra. Azt mondja a hitehagyással kapcsolatban Lukás 18:7-ben az írás, vajon az Isten nem szolgáltatja igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Másik Timóteushoz írt levélben, 1 Timóteus 4:1-ben Pál, a lélek pedig világosan megmondja, azt mondja. Tehát a lélek kinyilatkoztatása világosan szól, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Én soha nem értettem, hogy egyes embereknek miért van szüksége egyik héten ide járni, a másik héten oda járni. De sosem csináltam. Nem is volt igényem rá. Amikor egy gyülekezetbe jártam, oda tartoztam, én nem akartam máshova menni. Én hittem azt, hogy engem Isten egy adott gyülekezetbe elhelyezett, akkor gondoskodik arról, hogy minden szükséges ellát. És ezzel együtt pedig éppen emiatt voltam teljes szabadságban, nyitottságban más keresztény testvéreim felé, szeretve és tisztelve őket, de nem estem a házasságtörés bűnébe. Nem tartottam szellemi szeretőt. Nem volt szeretőm. Hanem volt egy gyülekezetem, amelyet az Isten adott nekem, egy lokális, látható testvéri közösség. Láttam, ismertem őket, és tudtam, hogy egy szövetségben vagyunk, felelős vagyok értük. És nem mentem hamis élvezetekért, felelősség nélkül élvezkedni máshova. Mit mond az írás? Az utolsó időben nagyon veszélyes lesz, ha valaki világról világra jár. Nem fog tudni megmaradni. Egyszerűen, és tudjátok, mit láttam az ilyen emberekben? Elveszítik a hitet. Azt láttam bennük, hogy nem tudnak égni már a saját gyülekezetükben, nem szolgálnak olyan hívvel, olyan szenvedélyesen, és megbízható módon, mintha valaki tudja, hogy hol a helye az úton. Nincs gyökerük. És ez csak a szárazság idején látszik meg, hogy kinek mekkora gyökere van. Idegen volt mindig számomra az, hogy élvezkedni menjek, valamit elszedjek máshonnan, amivel nem tettem bele semmit.
Ugyanakkor pedig mindig teljes nyitottsága volt a szemben, szívemben, mikor az Úr ugye különösen megnyitotta a szívemet, hogy szeretett testvéreimet testvérnek tartsam. Bármilyen egyházban legyenek, bárhol legyenek is. Máj napig is mindenféle felekezetben vannak nagyon jó testvéreim és barátaim. De eszembe nem jutna. Vasárnap délőtt ráérek, oda menne az ő gyülekezetükbe. Mert én tudom, hogy hol a helyem. Ja, könnyű neked, te vagy a lelkipásztor. Nem mindig én prédikálok. Ne, és ez nem ezért van, mert én a lelkipásztor. Bár így biztos könnyebb. De értsétek meg, ez egy szellemi megértés, vagy nem is tudom, hogy helyén vannak a dolgok az ember szellemében, szívében és az agyában. És nem olvasok össze minden maraságot, nem hallgatok össze minden maraságot, általában megvizsgálom, mivel töltök időt. És amikor nem, meg is iszom a levét. Tehát elszakadnak hittől, mert megtévesztő lelkekre hallgatnak. És a másik fázis, amikor ördögi tanításokra kezdenek hallgatni. És a Júdás levelében egy nagyon erős bátorításod van, neked is szól az Úr, meg nekem is szól az Úr. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek. Hát ez csodás. Tehát csak ez a félmondat. Tehát ez a hozzáállás. Júdás, tudjátok, Jézusnak a féltestvére volt. Tehát, hogy azt mondja, fogalmaztam, átgondoltam, végiggondoltam, megrágtam, átimádkoztam, hogy hogyan tudnék úgy szólni hozzátok, hogy az vagy lehető legkevesebb torzulásra menjen keresztül. Szükségesnek láttam, azt mondja, hogy ezt az intést megírjam. És figyeljetek ide, azt mondja, küzdjetek a hitért. Küzdjetek a hitért. Figyelj! Ami egyszer is mindenkor a szentekre bizatott. Isten népe a hit letéteményese. Ki fog hinni, ha te nem? Ki fog hinni Isten csodáiba, ha nem Isten népe? Ki lesz izgatott arra nézve, hogy mit tesz az Úr ma a következő esztendőben az országunkban, vagy gyülekezetünkben, az életünkben? Hogy nem csak beleesek a dolgokba, hanem mozgatója vagyok. Benne vagyok a gépezetben, egy fogaskerék vagyok. Átjár engem, része vagyok Isten tervének. Nem moziban ülök, hanem benne vagyok Isten csodálatos munkájában. Ennél jobbat nem tudok elképzelni. Benne lenni Isten munkájában, látni az Urat cselekedni, része lenni, keze lenni, lába lenni az Úrnak, szája lenni az Úrnak. Ricsi jutott eszembe, akit meglátogattunk szombaton az idősek otthonában. Ugye 36 éves, 38 éves, súlyos beteg, és mosolyog, hiszek, imádkozzatok, megfogjuk kezét, és az a reszketés elmúlik róla, és megnyugszik a testtel, egyébként így van, és akkor imádkozunk, ha megfogjuk kezét, akkor Isten jelenléte megjelenik ott, érzékel az Úrnak drága gyógyító kegyelmét. És ragyog, mosolyog az az ember. Nagy gyerekei vannak, családja, a feleség elhagyta a betegsége miatt. De el van. És tudja, hogy meg fog halni, ha az Úr csodát nem tesz az életébe. És tudjátok, hol vágyakozik? Ahhoz, akivel most is van. Bácsi most aludt a másik, aki mellette őt. Múltkor ben voltak az idősek otthonában, olvastuk az igét, imádkoztunk. És a bácsi felkiáltott, én is hiszek! Én is hiszek! Én is imádkozok! Mondom, bátyám, halleluja! Akkor jövök ide is. Dicsőség az Úrnak. Isten országa. Isten szent jelenléte. Nem a végét, az utolsót, a legrosszabbat, hanem a legjobbat érdemli az Úr. A legjobbat, a szívünk legjavát. És akkor ugye, tudjátok, a természetben megjelenő jellek, ugye a kataszófák híre, tele van vele. Tehát egyszerűen már lassan immunissá válik az ember, mert nem vele történt, és megöltek, lerobbant, felrobbant, elsodorta. Sorozatba jönnek a kataszófák, sorozatba, egymást érik. És ez még csak a kezdete, ne felejtjétek el, ez nem a vég, ez még csak a kezdete. Aztán a misszió munka, a kiterjedése, hitélet hanyatlásáról már beszéltünk, Izrael országával kapcsolatos jelek,
a fügefa példázatát használja Jézus. Nem megyek bele, hisz sok tanítást hallgattunk már, meg majd János még részleteibe bele fog ebbe menni. Az idejét pontosan nem tudjuk Krisztus visszajövetelének, erről már beszéltünk. A fiú azt mondja, hogy még ott akkor ő sem tudta, csak az atya egyedül a maga hatalmába helyezte. Egy ellenben, amit nekünk tennünk kell, hogy legyünk készen, virasszunk és várjuk őt. Legyünk készen, virasszunk és várjuk vissza őt. Mert aki magát megítéli, az nem jut ítéletre. Azt mondja az 1 Korintus 11.31-ben az írás. Tehát aki magát megítéli, annak nem kell tartania az utolsó ítélettől. Hát, sok mondani valóm lenne még. Az epifánia azt jelenti, hogy a felhőkig visszatérő Krisztus megjelenik az ő egyházának. Ezt jelenti az apokalipszis pedig, amikor belép ebbe a világba, tehát az eljövetelének a fázisai, a parusziának a fázisai, az epifánia, a felhőkig való visszaérkezés, oda való elragadtatása Isten népének, és az apokalipszis pedig, amikor nyilvánvalóvá válik az ő jelenléte minden ember számára. És az utolsó diát tett föl. Hadd olvassak két igét nektek zárásképpen. A Máté 6.33, hogy is van, de keressétek először az ő, azaz az Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Keressétek, törekedjetek, igyekezzetek, kívánjátok, vágyjátok, kutassátok Isten országát. És a római levélben felolvasott ige szakasz, hiszen az Isten országa nem evés és ivás. Látjátok, szinkronban van a Mátéval, mert pontosan a testi szükségletekről beszélt Máté, nál az Úr Jézus, és erre vonatkoztatva mondja, hogy ezeket az aggodalmakat váltsa fel szívetekben az Isten ország utáni vágyakozás, keresés, tudakozódás. Isten országában nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szent lélekben való öröm, mert akik ebben szolgálnak Krisztusnak, azok kedvesek, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjetek tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Azokra a dolgokra törekedjetek tehát, testvéreim, 2020-ban, ami a békességet és az építést, az egymás építését szolgálja. Amen.